Szevasztok, emberek! Itt vagyunk a legújabb tuti SMP-s videóban. Bizony nagyon régen volt ez annak tudható be, hogy nem csináltam videót belőle. Most itt vagyunk újra, és ez egy nagyon különleges adás lesz, ugyanis itt van velem Sajtos Koba, még nem hangban, csak így itt, a szerveren. Ugyanis ma meg fogom mutatni nektek, és neki, a titkos projektet, amin már hetek, hónapok óta dolgozunk itt a szerveren, leginkább én, de kicsit azért Imu is segített benne, hát nem olyan kicsit, de segített benne. Az előző videóban megszereztük az elitrát, illetve ezt a fejecskét, hogyha te nem láttad volna, akkor csekkold le, mert azok is nagyon izgalmas részek voltak. A mai részben pedig első körben meg szeretném csinálni a tűzijátékot a kis elitrámhoz, ehhez már magamhoz is vettem egy kevéske puskapar, illetve még csinálnunk kell Paperiust, ugyanis a Paperiusból tudunk, na már, tudjuk így bekötni a kis puskapör, és abból lesz nekünk a szépséges tűzijáték, úgyhogy most learatom itt a zugornáj termelésünket. Azon gondolkoztam, hogy most, hogyha már így meglett az elitránk, akkor lehet, hogy már érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy csináljunk-e végtelen cukornát termelést, tehát hogy csak úgy csináljuk, csak úgy legyen. Nem tudom, ezen még gondolkozom, hogy megéri-e csinálni, vagy elég lesz nekünk ennyi de majd ezt az idő úgyis eldönti helyettünk. Egyelőre így szeretnék kiugrani. Szolgabódi lelkű villagerjeim azóta is nagyban dolgoznak itt a kaja ellátmányomon, úgyhogy kajából már nincsen hiány, ahogy vasból sincsen hiány, és ahogy remélhetőleg szerencséből sem lesz hiány. No, nem így kell csinálni. Így kell csinálni. Egyné. És még ezt a hármat, így. Hát ez bizony nem lesz elég olyan sokra, de tessék, legalább csináltunk. Wow, azért lett egy pár. Azért lett egy pár, nem is kellett olyan sok. És ez repülés hossza egy. Várjál, ezt valahogy, jó, írta, hogy ezt valahogy meg lehet hosszabbítani, ezt a repülés hosszát. Rájövünk, majd rájövünk mi is. Melyik tárról rekeszbe tegyem itt a Paperius, de mondjuk tegyük ide. Fogalmam is miért, de most ide tettem. És nézzük a mindenesbe, nincs. Most sajt tényleg elhagyta a játékot? Mi a szösz? Na én azt mondom, hogy olyan izgatott vagyok, hogy próbáljuk ki rögtön, mert olyan rég repültem elitrával, szóval... Úgy... De jó! Mi csodálatos, mi szuper! És mennyivel gyorsabb így repülni, mint bárhogy máshogy. És oda néz, innen madártávlatból milyen szép az én kis birodalmam. Hát de tényleg, olyan ritkán látod ilyen madártávlatból itt a szép birodalmat. Itt a jégpálya, amit majd át kell alakítanom, mert közeledik a Halloween, és Halloweenra is szeretnék tartani egy ilyen kis partit. És mennyivel gyorsabban lehet így utazni. Mennyi állat van itt a hegytetőn, mi a szöszke? Ezért kell a repülés hosszát meg hosszabbítani, mert akkor nagyobb lendülettel dob ki. Ezt írjátok meg kommentben, hogy hogyan kell ezt megcsinálni. A tanácsaitokat elfogadom természetesen. Itt van sajtbirodalma, hát ez így mennyivel gyorsabb, te atya ég, hát nézd meg. Így, itt van a kilátó, illetve a múzeum, itt is vagyunk már a sivatagban, itt vannak a fejeink, de jól néznek ki, jaj, de szép! Amúgy Owen most már megkapta a hozzáférést a szerverhez, de még mindig nem csatlakozott hozzánk. Nem tudom miért, kérdezzétek meg tőle. Amúgy tényleg, kérdezzétek meg Owent, hogy amúgy ő miért nem jön a tuti SMP-re? Jöjjön a tuti SMP-re. Gergőnek is a bázisa, pillanatok alatt hallod, ez olyan, mint hogyha, nem tudom, felszálltam volna a vizergépre, mert hogy csak egyes a tűzijáték, tehát olyan nagyot nem tudok vele repülni. Itt a teknős szikla, és itt van Kingának a csodálatos bázisa, hát ez meg. Minden sokkal gyorsabb lesz, én úgy érzem. Minden határozottan sokkal gyorsabb lesz. Itt van egyikének is a bázisa, hát sajnos Levi lerombolta a hidat, ami ide vezetett, de oda serek is.
Wow, még nem is láttam Levi bázisát. Man, milyen jól néz ki. Hát nézzük már, meg várjál, így. Wow, milyen epikül néz ki. Azt a kutya meg a 700-át. Itt felül tudom, hogy itt vannak a farmjai. Nem tudom, hogy termelnek, tehát hogy ez itt sokat kell afkolni. Itt is vannak házikók meg minden, ezek is ilyen farmocskák itt kint. Nem tudom, én nyaralóként használja, hogy fogalmam sincs. És itt is vagyunk, csokolom, stock. Hát ez egy nagyon... ez így sokkal jobb, hallod? Ez így... csillagos ötös így a haladás. Itt van velem Sajt, szevaszkomám. Hello! Na, Sajt, készen állsz, hogy láss egy olyan dolgot, amit még senki nem látott? Csak én, meg Inu, meg Andi, meg Gyöngyi, szóval meg Kinga. Szóval akkor majdnem mindenki, csak én se. Köszönöm szépen a meghívást. Nem. Ez egy szuper, szuper secret dolog. Hova lettél? Itt vagyok, ja, itt vagy. Hello, én követlek. Na, ez egy az árnyék. Szuper secret dolog. Várjál, gyere, vigyünk tevét. Wow. Gyere, pattanj fel a tevémre. Szóval ez egy szuper secret dolog, és igazából még nincsen készen, de ha elkészül, ilyen jó lesz. Ugyanis ez egy olyan szuper titkos projekt, amiről Gergő nem tudhat. Úgyhogy Gergő, ha te nézed most ezt a videót, akkor ne nézd tovább, viszont most a nézőknek megmutatjuk. És ti se spoilerezzétek el Gergőnek. Azt, tehát ha itt majdnem beverem a fejemet. Ez így nem lesz jó, várjál, fel. Jaj, azt hittem, hogy ez így hosszan fog menni, azért is csodálkoztam, és elkezded ütni az egészet. Ja, nem. Na jó. Na, és már innen már láthatod is, hogy mi készül. Hoppa, világít valami, ott világít valami. Na és az minek tűnik? Azt a tevenő, hát ez eddig nagyon tetszik, na, bármi is lesz ez. Tudod, milyen sajti pajti, itt már leszálltunk. Na mond. Tutiánia! Wow! A Tuti SMP első vidám parkja épül itt, úgyhogy te most a munkafolyamatokba fogsz belelátni, gyere Sajt, megnézheted a... Ja, én azt hittem szórakozni, ez azt, hogy dolgozni hoztál, ezt nem hiszem el. Nem kell dolgozni, csak megmutatom az eddig elkészült ride-okat, ahogy lehet látni, hogy Tuti ezért egy kicsit ilyen trópusian indul itt a dolog. Itt vannak még hát a munkaállomások gyakorlatilag, mert ebből dolgozunk, tehát hogy ezt itt nem nyomunk ezt. És ez mit akar ábrázolni, mert jól néz ki, az ott elfogja. Ez itt az ember, aki egy tuti szalagot tart a kezében, egy ilyen tuti dolgot, látod, hogy az kék. Igen. Igen, meg szép szemei vannak, na de itt a bejárata, még azért mondom, nincsen készen, csak pár ride készült el eddig, de már most is lehet látni, hogy mennyire sok effort volt benne. Itt az első a kölökvasút, menj csak ez előre, csak nyugodtan. Ez hány éves korig van? Hát te már felülhetsz rá. Jó, rendben, köszönöm szépen. Gondolom, itt kell behajtani az elsőbe. Igen, ülj be. Beülhetek be, elsőre. Ülj be, és okay, nyomd meg a és gombot. Nyomom. Kezeket a magasra. Itt ordítani kell lefelé, meg fölfelé, és meg mindig, és ugye, milyen jó? Aztán, amúgy ez tényleg tetszik. Na, most én is megyek egyet. Fú, leizzadt egy kicsikét, de jó lett nagyon. De jó! Megpróbáltam minél ilyen hullámvasutasabbra megcsinálni, hogy felmegy, lemegy, oda megy, ide, oda, amoda. Igen, és ez még csak az eleje, Sajt, ez még csak az eleje, amúgy ez még csak a gyerekeknek való verzió volt. Gyere, menjünk tovább. Itt van egy ilyen kis alagút, itt lesz majd egy ilyen kajászda rész, nem tudom, látni. Ó, de jó ez lesz. Igen, ez még nincsenek feltöltve, meg ide majd kell ugye tényleg, egy komát hozni. Tényleg, itt a büfé, egy gírosztálat szeretnék, köszönöm szépen. Hát az nem tudom, hogy lesz-e itt, de valószínűleg lesz, mert az is olyan kis hát mediterrán étel. Timu épített, és ott a kezébe egy tutticsus. Sajnos csak így tudtuk megoldani a villámot rajta, de szerintem így is. Ez amúgy fullos, jól néz ki, nagyon jól néz ki. Igen, itt még nincs megcsinálva a párkány, és akkor itt lesz, na, ezt kitalálod, hogy mi lesz itt erre felé. Ez még egy ilyen vasútvonal. Igen, de hogy milyen vasút lesz ebből? Ez már ilyen hardcore-abb kiadás? Nem, ez egy különleges kinézetű vasút. Na, gyere, rá fogsz jönni. Wow, mi az, ami ijesztő? Mi az, ami ijesztő? Nem tudom. Na, rá fogsz jönni. Ajaj, ez ilyen horror ride lesz. Igen, bizonyám, ez szellemvasút. A pattanj be is, nézd csak meg. Pattanj be. Annyi, hogy nem szabad kiszállni, még akkor se, hogyha ha lassan megy. Ha megijednék. Megy. Igen, jó, meg, okay, hogyha megijednél. Okay. Akkor mehetnek biztos? Igen, menjél gyorsan, menjél, okay, nyomj a gombot. Ez itt gyorsan megy. Azt a bánya közepére víz. Ne lepődj meg, de le fog lassulni. Ez nagyon király, tök ilyen bányás. Igen, először itt kezdünk egy bányával, elmondom, hogy mit láthattál. Itt ugye leesik.
És itt belassul az egész, de nem spawnolnak mobok. Itt a Cobblestone, ez Andiék miatt került be, a Cobblestone lépcső meg a Cobblestone, ugye, mert az, ők attól félnek is ijesztő számukra. Aztán itt van egy ilyen kis ijesztő tökös rész, aztán itt fölmegyünk, itt egy ilyen vardenös tökös rész, és itt is vagyunk, szevasz! Nagyon jó lett, Hord, ez szép munka, azt kell, hogy mondjam, szép munka. Erre van a kiárat. De jó volt a szellemkastély, szellemrájt. Ja, komoly. Na, itt a lögdösődös dodgem. Wow, dodgemezni is lehet. Dodgemezni is lehet a gyere. Ez a legjobb, ez a legjobb. Bedobtad a zsetod. Pont ezt akartam kérdezni, az 500 forintot hova kell tenni, igen, az automata zsetod, hiányzik. Igen, kell egy ilyen kis bódé, bodega. Igen, de hallod, hogy csúszkál, nagyon komoly. Igen, nagyon jó. Tudod, a 2000-es évek zenéivel. Meg ilyen posztereknek, ilyen poszterek kellenének, tudod, ilyen mindenféle grafitikkel ide az oldalára, ilyen grafitikkel kifestve. Igen, tényleg ilyen, ilyen No License-el James Bond, meg igen, igen. Man in Black. Na meg körül itt szikrázja kéne a tetejének. Igen, jó, de hát ezeket hogy csinálod meg, hogy szikrázol a teteje. Na és akkor itt megyünk tovább, itt lesz ez bizony, itt a mesevasút lesz. Hozz egy izét onnan a Dodgemből. Mit? Egy minek hívják csónakot. Ja, jó, nyugodtan, okay, mert még ugye nem végleges. Hát ez még nem lett teljesen befejezve a mesevasút, kb. Úgy itt tartok lassacskán. Tedd le a vízre, és akkor gyere elvezd, vagy igazából be is ülhetsz mögé. Megyek utánad, mit szólsz hozzá? Jó, oké, gyere. Megyek utánad, oké, okay, oké, okay, na, kíváncsi vagyok, hogy rájössz, hogy miket ábrázolnak az itt meg itt. Wow! Hát ez nagyon jó. Ki lakik a sivatagban? Sajt. Ja, hát Gergő. Na, és akkor mi lehet ez itt mellett? Ennél jobban nem tudtam megépíteni ilyen kis helyen. Gergő nézi Kingát, hogy áll egy kaktuszon. Igen, és akkor ez itt mellettük, ez itt az ajzi. Ja, bár ezt nem vettem figyelembe. Ez a teve. Aj, de jó, hogy rájöttél, na menjünk ez tovább. Nagyon nem jó. Ez itt tökre jól néz ki a lépcsővel, tehát, hogy ott van az, ahol mire ülsz, poop. Hogy fogod a poop. Nagyon jó. Igen. Ha megpróbáltam, de hát ilyen kis helyen, na itt a következő a teve életkép. Az nagyon szép. Az én vagyok, nem a Cobblestone-nal. Igen, és az Imu meg az Andi cseréli képen. Jaj, de jó, hát ez király, ez nagyon király. De elmeséli a Szeró történetét. Igen. De jó. Cseréli ki a Cobblestone-t az Imu. Nem cseréli ki. Ez egy amúgy ne téveszem meg, narancssárga ruha, ez itt én vagyok, és éppen a szerverre csinálom a vándorok útját. Ez egy kicsit ezen értelmezhető, de azért megpróbáltam. Hát de amúgy izével fölismerem, tudod, az út, amivel ki van téve, azzal felismerném az egészet, ez jó lett, ez is tök igen. Jó. Ez itt a gyöngy akar lenni, ahogy bányászkodik. Hozzá nem tudtam mit kitalálni, majd hozok még cicákat is ide. Ja, azt kéne, hogy teli állatokkal körülötte. Igen, és akkor itt a legvégén még nincsenek kiszínezve, meg nincs meg az összes ruha, de egy ilyen összefoglaló, itt lesz mindenki. Azt a szerveren, tudod, ahogy állnak a Cobblestone körül, meg ül a csónakban, meg minden, tehát hogy ez itt egy ilyen összefoglaló lesz a végén, és közben ez este nagyon is nagyon, ez nagyon ötletes, ez a kedvenc ride-om, bevallom az őszintét. Mi ez amúgy itt? Hát a mesevasút díszlete. Tudom, ja, csak úgy megépítettem. Tudja, SRP mesefolyó amúgy az a neve. Ó, mesefolyó, na, okay. És itt a következő, még ez sincsen teljesen megépítve, de ezt talán fel is ismered, hogyha így ide tesszük a, ajaj, az úgymond rajtvonalhoz. Ez versenypálya, ilyen bizony. Videót csináltatok Andiékkal, igen, ugye? Igen, na mehet, 3, 2, 1, rajt! 3, 2, 1, hallod, én amúgy nézze a videó, hogy mit véráztok egyet, hát ez full egyszerű lett, de aztán most hallod, így pörgetem magamat időt, és nem tudok haladni se. Igen. Ez nem lett volna full egyszerű, de várjál, nem várjál, bizony. Oké. És én be is értem közben, de hát karbantartóknak itt jelenteni kell a problémát, hogy olvad a jég. Bizony, de gyere, gyorsan. Jó, itt sokáig vagyok, jó, tartott könnyű végig azt menni. Mondani, könnyű azt mondani, megkértem. Na, úgy van. Ez az. És akkor itt tartok most jelenleg, ez egy ilyen dzsungelesebb rész lesz. Elvileg itt van benne a csille. Hát ez egy ilyen fan olda. Csücsenj bele. Oda-vissza fog itt lötyögetni, igen, vagy figyelj, mi? Poing! Oh. Ülj bele, nagyon vicces. Elkapom. Ugye milyen jó érzés, hogy itt pattog. Ez nagyon jó, ez nagyon tetszik. Ugye, és mekkorákat pattani. De ilyen pattogádi. Ja, nagyon, ez egy banán, hallod, ez egy banán. Banán ride, látod? Minden ízű drazsé a tutti juice. Akkor jelenleg itt tartok, és ride ötleteket amúgy ide a komment szekcióba írjatok, srácok, hogyha van még ötletetek. És sajt, mivel hogy már te is bekerültél ebbe a szűk körbe, akik ismerik a Tutti Ánia vidámparkot,
így most már te is jöhetsz, azt építhetsz valamit, hogyha szeretnél valami díszítést. Megvan, megvan a jogod hozzá, nem kötelező, de erősen ajánlom. Köszönöm szépen, köszönöm. Na, én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát nektek is köszönöm, hogy eljöttetek és megnéztétek a Tutiánia mesés vidámparkját. Ha nektek tetszett, akkor csapassatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és lesétek meg a leírásról, a saját csatornáját, továbbá menő zsidó osztatokat is meglegyétek. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok! Háló!